Gertrúd királyné karaktere nem ismeretlen már számomra. Mindig szoktam mondani, ez már Gertrúd negyedszer, ugyanis negyedszerre talál meg a szerep. 2001-ben a híres Zsigmond Vilmos Oscar-díjas és K.L. Csaba Bang Bang filmben alakíthattam már karaktert, igaz, hogy akkor még Meráni nőként a kórusban, illetve Marton Éva fénydublőreként, tehát akkor is már a Gertrúddal ismerkedve. Következőleg pedig a Zeneakadémián, ahol szintén Marton Éva választott ki, a Műpában előadtuk már a Bang Bang keresztmetszetet Kisbé Attilával, majd pedig a Szegedi Nemzeti Színházban talált meg a szerep 2016-17-es évadban, ahol a közönség Dömötör díjjal tüntetett ki. Én azt gondolom, hogy teljesen ugyanúgy fogja meg Toronykői Attila, mint ahogy mindenkinek az agyában él, és ahogy annó tanultuk, ugye, hiszen ez egy kötelező olvasmány is, tehát azt gondolom, hogy ezt minden fiatalnak is látni kell. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezzel mindenki, azon kívül, hogy ugye a legnépszerűbb és a leghíresebb, legismertebb magyar nemzeti operánk, ezen kívül ugye ez egy nagyon fontos irodalmi alkotás. Gertrúd királynő egy nagyon kemény, szerintem világuralomra törekvő, gőgös, magyarokat utáló asszony. Ugye hát negatív karaktert is kell játszani, nem mondom, hogy könnyű, természetesen nem áll hozzám közel, de el kell tudni játszani, egy kihívás. Az én hangfajom ugye egy mélyebb női hang, mezzoszoprán vagyok. Ebben a hangfajban a királynők, a negatív szereplők, a szeretők, a boszorkányok, szóval ezek eléggé gyakran szerepelnek. Nem először talált már meg, nyilván azért, mert ugye a karakterem is olyan, a termetem, akár az arcberendezésem, hisz annó a fénydublőrként is úgy kerültem ki, hogy megnézték, hogy melyik oldalról süt rám a legjobban a fény, és hát az én arcom karaktere volt a legmegfelelőbb Marton Évához. Nem mondom, hogy nem szeretem ezeket alakítani, de hát minden szoprának, tehát a jóknak mindig az a vágya, hogy gonoszat alakíthasson, azaz karaktert, valamilyet. Én nekem meg mindig az lenne, hogy bárcsak egyszer jó lehetnék és szerény, de hát sajnos nem ez a karakterem. Nagy örömömre szolgál, hogy én már itt Kecskeméten is bemutatkozhatom, mint operaénekesnő, és azon kívül, hogy a Toronykői Attilát ugye régóta ismerem, Szegeden is sokat dolgoztunk együtt, többféle produkcióban is találkoztunk, akár nem olyan régen a Művészetek Palotájában is. Nagyon sok ismerős arc van, ugye, akiket más produkciókban is ismerek. Kaptunk ugye színészeket, akik viszont remekül mondanak prózát. Tehát amit ők tudnak, azt elleshetjük mi, és az éneklést meg esetleg ők tőlünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy izgalmas dolog. Azon túl, hogy egy gyönyörű színházban énekeltek, egyszer már jártam Kecskeméten, amikor Hári János Őrzsét énekelhettem a Kodály művészeti fesztiválon, de az még 2013-ban volt, és hát mostanáig kellett várnom, hogy a színházba is bemutatkozhassam.